Sok szeretettel köszöntöm Önöket itt a teremben, akik részt vesznek az előadáson, és köszöntöm a világ minden tájáról részvevőket, külföldről, távoli kontinensekről, egzotikus tájakról. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Humor Trade ZRT, a Nyílt Akadémia és a Tanada 2000 Kft. Közös rendezvényen veszünk részt. Én Bata Tusek János vagyok, a PPH egyik igazgatója. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mester, coach és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legismertebb mester, coach, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta Budapesten él családjával, feleségével Mariannal kiegyensúlyozott boldog családi élete van. Két fiú gyermeket neveltek fel. 1987 óta foglalkozik emberekkel. 91-től szervez embereket, és azóta van saját szervezésű csapata. 1993-tól vezet embereket. Több pénzintézet vezetője volt a múltban. 1996-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével 4 különböző területen lett egy szervezet piacvezető. Vezetésével már több száz ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig sok tízezer ember képzésében és vezetésében is részt vett. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. A vezetőnknek több különleges médiumi képessége van. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Köszönöm szépen! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Szeretném megkérdezni itt rögtön az elején, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé halad a világ? És mi baj van a világ jelenlegi haladásával? Nem jó irányba halad. Nem jó irányba halad, és azon túlmenően? Sok a problémájuk az embereknek. Sok az elnyomás, nem tudják megoldani. Szeretetlenség. Etikátlanság. Pénzmotiváció. Pénzmotiváció? Túlzott pénzmotiváció? Aha. Környezetrombolás. Ki az, aki hisz valami felsőbbrendű lényben? Ilyen Isten, vagy ilyesmi. Az ajtónál be tudnak jönni már? Hogy nyomták éppen? Oké, köszönöm. Még egyszer, ki az, aki hisz valami istenszerű lényben, felsőbbrendű lényben, vagy valami ilyesmiben? Oké, mindnyájan? Na. Akkor ugye megkérdezném azt, hogy ha hiszel-e egy ilyen felsőbbrendű lényben, akkor az életben mi a szerepe ennek a felsőbbrendű lénynek? Tehát itt a Földünkön vajon mi a szerepe a felsőbbrendű lénynek? Szerintetek? Segítse a fejlődésünket. Egyengesse az utat. Aztán? Az aránytól elérésé. Tehát segítsen valahova eljutni. Aminek van értelme. Igen. Aztán? Hagyjon minket tapasztalni. Hagyjon minket tapasztalni? Ha segítségre van szükség, aha. Ha segítségre van szükség, akkor legyen kihez fordulni.
Aha. És meddig hagyjon minket tapasztalni? Amíg nem tanulunk belőle. És aki nem tanul? Az a szenvedéseivel. Az a szenvedéseivel? Azt az utat választotta. És mondjuk, hogyha valaki nem akar tanulni mondjuk a az életéből, a szenvedéseiből nem akar tanulni, akkor és megmarad mondjuk egy olyan szinten, amit úgy nevezhetnénk, hogy tudatlanság, akkor ezzel nem okoz vajon károkat másoknak? De legalábbis érzelmi szempontból. Hát az egy dolog, hogy saját magának is, de ugye a többség a lényeg, nem az egyén. A többség az fontosabb, mint az egyén. Tehát nem lehet, hogy egy tudatlan ember másoknak is bajt tud okozni? Igen. Tehát mondjuk nézzünk példát arra, hogy mondjuk tudatlan emberek bajt okoztak. Tudsz ilyen példát mondani? Konkrétan mondjál egyet. Világháború. Így van, én is erre gondoltam. Első világháború, nem? Második világháború, különböző háborúk, nem? Most is vannak a világban ilyen kisebb összetűzések, háborúk, nem? Vagy mondjuk, mit tudom én mondjuk, erőszakos cselekmény, nem? Mondjuk olyan erőszakos cselekmény, ahol emberek halálát okozzák, nem feltétlenül háború, csak elég mondjuk valami olyan helyen, a közösségi helyen fölrobbantanak valamit, nem? Tehát ilyenek időnként előfordulnak, nem? Na most gondoljátok végig, hogyha emberek tudatlanságból, azért tudatlanságból, mert maguk nem akarnak fejlődni, azoknak komoly problémákat tudnak okozni, akik mondjuk fejlődni akarnak, akkor vajon azoknak a lényeknek, akiket úgy neveztünk az imént, hogy mondjuk Isten, vagy felsőbbrendű lény, vagy felsőbbrendű lények, akinek melyik jobban tetszik, az egyes szám, vagy a többes szám, mindenkire rábízom, saját magára, akkor hát vajon azok a felsőbbrendű lények meddig hagyják, hogy mondjuk bizonyos emberek mondjuk a jók kárára legyen. Nem tudja reagálni a helyzetet? Szerintetek végtelenségig? Nem. Ami fajlandóságot mutat. Tehát mondjuk, te, kinek van gyereke itt a teremben? Oké. Okay. Tehát meddig hagytad, hogy mondjuk rosszalkodjon a gyereked? A végtelenségig? Nem. És azért tettél valamit, hogy ne rosszalkodjon, mert elszakadt a célna, mert ideges lettél, vagy azért, mert tudtad, hogy annak nem lesz jó vége? Hát nyilván egy felnőtt többet tud az életről, mint egy gyerek, nem? Akkor most nézzük meg magunkat, mennyit tudunk az életről. Hát ahány éves vagy, nem? Hát annyit éltél, nem? Hát se többet, se kevesebbet, nem? És akkor ezzel kapcsolatban adjak át egy információt, nyilván azoknak, akik még nem ismerik ezt az infót. Amióta megfogantál, nem megszülettél, megfogantál,
van egy olyan részed, ami másodpercenként 50 képet rögzít hanggal. Ezt úgy hívják, hogy elme, a raktározó elme. És ez a raktározó elme, ez amióta megfogantál, tehát ami azt jelenti, hogy az ondósejt a petesejtbe beágyazódott, még akkor a baba, még sehol, mégis onnantól kezdve minden rögzül, ugyanúgy, mint egy videón mondjuk. Érted? Mint egy jó minőségű videókamerán. Minden rögzül. Képpel, hanggal, csak annyi, hogy még tud rögzülni hozzá. Tapintás, ízlelés, szaglás, tehát az őt érzékszer, és ez minden rögzül. És amióta élsz, azóta minden rögzül arról, ami történt körülötted. Nem csak akkor, amikor éber vagy, hanem a nap 24 órájában. Na most gondoljunk végig, hogy mi emberek akkor tesszük itt a dolgunkat, bizonyos emberek meg úgy működnek, hogy nem az emberek javát szolgálják, hanem éppen ellenem, emberek ellen tesznek. Vagy a saját javuk érdekében van egy, vagy az emberekhez képest egy kis közösség érdekében. És a többségnek nem jót tesznek, hanem rosszat. Tehát attól, hogy mondjuk egy ember egy másik személynek megpróbálja megmagyarázni, hogy a jó vagy a rossz cselekedete az miért jó, attól az még nem jó. És akkor tesznek dolgokat, és ha megnézed, akkor az emberek azok ezektől a cselekedetektől nem jobban érzik magukat, hanem egyre rosszabbul és rosszabbul. Na most azért úgy megkérdezném, hogy szerinted, ugye te szülőként nem hagytad a végtelenségig, hogy a gyereked vagy a gyerekeid rosszalkodjanak és azt tegyenek, amit akarnak. Na most akkor úgy megkérdezném, hogy te, aki hiszel egy felsőbbrendű lényben, akkor szerinted azok a felsőbbrendű lények, vagy az a felsőbbrendű lény meddig hagyja, hogy itt az emberek azt tegyenek ezen a bolygón, amit akarnak. Tehát ugye a társadalomban vannak olyan szabályok, hogyha valaki a többség érdeke ellen vét, és ez veszélyes a többségre, akkor hoznak egy törvényt, hogy ezt az illetőt el lehessen szeparálni a többiektől. Nem? Tehát ezt az elszeparálást úgy csinálják, hogy berakják mondjuk börtönbe. És akkor így külön rakják a többi embertől, hogy ne ártson nekik az az egy ember. Hát sajnos nem csak egy emberről van szó, hanem bolygó szinten nagyon sokról. Na most akkor gondold végig, akkor vajon a fentiek meddig hagyják azt, hogy bizonyos emberek a többség ellen tegyenek. Sokáig úgy tűnik. Lehet azt mondani, hogy türelmesek. De ez nem türelem kérdése. Hát ugye ezért kérdeztem az imént, hogy te szülőként akkor fegyelmezted csak a gyerekedet, ha ideges voltál? Vagy az a normális, hogy akkor fegyelmezi egy szülő, amikor ideges a gyerekét? Vagy az a normális, hogy tudatosan avatkozik közbe? Nem én
És nem azért, mert ideges, hanem azért, mert tudja, hogy na itt kell beavatkozni. Nem? És ha egy értelmes emberről beszélünk, aki tudatos, akkor az ugye akkor avatkozik be, mondjuk a gyerekének a viselkedésébe, amikor épp itt van az ideje, és nem akkor, amikor az érzelmei úgy kívánják. Nem? De most gondoljátok végig, hogy vajon az a felsőbbrendű lény, vagy lények, akiben hiszel, azok vajon milyen alapon működhetnek, ilyen érzelmi alapon, hogy amikor dühösek lesznek, akkor beavatkoznak, vagy pedig tudatossági alapon, amikor eljön az ideje, jó, akkor itt legyen vége, akkor beavatkozunk. Szerinted ők milyenek lehetnek? Tudatosak. Hát valószínűleg tudatosak, nem? De most gondolj bele, mondjuk megint gyerekre térjünk vissza. Tehát mondjuk van egy olyan szülő, akinek van egy gyereke, és az a szülő az nem túl jó állapotú, hanem általában haragos. Ugye egy általában haragos ember az nem egy igazán jó állapotú ember. Na most, ha haragos szülőként, nem tudom, esetleg volt-e valaki úgy gyerek, hogy haragos volt a szülője. Na most egy haragos szülő hogy szokta fegyelmezni a gyerekét? Tudatosan? Egy haragos szülő az amikor, tehát amikor fegyelmez, akkor teljesen az érzelmei alapján fegyelmez, és gyakorlatilag semmi tudatosság nincs a fegyelmezésében, nem? Tehát amikor fegyelmez, nem nyugodtan fegyelmez, hanem mondjuk egy haragos az ordítva. Nem? Na most, egy haragos ember az jó állapotú? Nem. Na mondjuk, ha valaki jókedvű, és a gyerekét fegyelmeznie kell, akkor haragosan fogja fegyelmezni? Nem, hanem nyugodtan, békésen, nem? Na most, ha mondjuk olyan jellegű a fegyelmezés egy szülő részéről, hogy mondjuk ordít a gyerekkel, akkor ez a szülő jó állapotú? Nem. Na most, hogyha mondjuk egy felsőbbrendű lényről beszélünk, akkor ugye megkérdezném tőletek, hogy szerinted csak egyféle felsőbbrendű lény létezik? Ami azt jelenti, hogy mondjuk kizárólag jó. Te hogy gondolod ezt? Hát eleve a vallási tanításokban van olyan, hogy mennyek, meg olyan, hogy pokol, nem? Isten, jó Isten, meg sátán, nem? És akkor egy kicsit foglalkozott az ember mondjuk a mitológiával, akkor rögtön rájön arra, hogy olyan egy felsőbbrendű lény, nem kétféle van, és nem kettő volt, nem csak olyan volt, hogy egy jó Isten, vagy egy sátán nevezetű, hanem kiderül, hogy hát sokféle Isten volt. Sőt, azt is mondhatnánk, hogy a különböző népek, sőt a különböző vallások is, különböző képpen nevezték az isteneket, nem? Tehát megnézed, a görögök hogyan nevezték az isteneket. Nem egy istent, isteneket. Oké? Okay? Vagy megnézed, még messzebbre mész mondjuk egyiptomi időszakba. Tehát ha megnézed, akkor azt látod, hogy
mintha a föld történetében nem csak egy Isten volt, de ha most a jelent nézed, na most akkor úgy megkérdezném, hogy mondjuk Síva egyenlő a jó Istennel? Vagy a Jehovával? Vagy mondjuk egyenlő Allahhal? Hát csak ha most megnézzük a vallásokban, akkor a vallásokban nem egy Isten van jelen, hanem ahány vallás, annyi elnevezés, nem? És akkor persze lehetne azt mondani, hogy az mindegy és ugyanaz. Nem? De ha egy és ugyanaz lenne, akkor békesség lenne a vallások között. Nem? És békesség van a vallások között? De jó lenne, ha így lenne. Sőt, mind azt mondja, hogy az övé az igazi vallás, nem? És az ő Isten az igazi Isten. Tehát minden vallás az ő Istenét, azt másnak tartja, mint bármilyen más vallásban lévő Isten, nem? Nyilván most a kereszténység az ugye egyféle Istent imád. De ott is nem tudom, észreveszitek-e, hogy kezd megoszlani a dolog. Most már a kereszténységben is lassan két Istennél tartunk. Régen csak egy Isten volt, és egy félisten. A félistent úgy hívták, hogy Jézus. Már, ha megnézed, elmész mondjuk egy misére, egy keresztény misére, akkor többet beszélnek Jézusról, Jézus szeretetéről, tehát egy félisten szeretetéről, mint magáról az Isten szeretetéről. Nem érdekes? Nem hiszed, menj el egy keresztény misére. És akkor rájössz arra, tehát figyeld ebből a szempontból, és rájössz arra, hogy már egy félistent elé helyeznek egy Istennek. Tehát többet beszélnek róla. És nem azt mondják, hogy szeresd az Istent, hanem szeresd a félistent, amit úgy hívnak, hogy Jézus. De az legjobb esetben is félisten. Tehát egy félistenre nem lehet azt mondani, hogy teljes egészében Isten. Hát akinek az egyik szülője egy ember volt, az nem lehet Isten. Világos ez? Tehát nem lebecsülöm Jézus szerepét, nem valaki félreértse. Csak kezeljünk mindent a helyén. Oké? És bárkit a helyén. Na most akkor nézzük tovább ezt a kérdést. Tehát ha a vallások megkülönböztetik az isteneket egymástól, elkülönítik az isteneket egymástól, sőt, azt mondják, hogy az ő istenük az igazi, akkor melyik az igazi? Melyik az igazi Isten? Tehát melyik az igazi Isten? Hát mindenkinek az, jól mondod, amiben ő hisz, nem? Neki az az igaz, amiben hisz. Igen. Aha. Na most akkor nézzük meg, melyik az igaz Isten, jó? Tudod, melyik az igaz Isten? Nagyon egyszerű. Amelyik nem büntet. Nagyon egyszerű. Amelyik büntet, az nem jó állapotú Isten. Világos ez? Na most, nézzük meg, csak hogy valamihez legyen viszonyításod.
Egy olyan Isten, nem emberről beszélünk, egy olyan ember, amelyik nem jó állapotú, és mondjuk haragos. Az mit csinál? A gyerekével bünteti. Ordibál vele, kiabál vele, nem? Veled volt, hogy a szülőd ordított? Jól esett? Nem hiszem. Szerintem senkinek nem esett jól, mikor a szülei ordítottak vele. Vagy bármelyik szüleje. Na most, amikor megbüntetett, jól esett? Nem, az sem. És mit ért el a büntetéssel? Tudod, mit ért el? Hogy féljél a büntetéstől. Érted? Tehát a büntetéssel gyakorlatilag előidézte, hogy te féljél. Most az a büntetés, az most verés volt? Vagy szó szerint valami következmény, negatív következmény rád nézve? Az most egy más kérdés. Vagy például, mondjuk kiabált és kiabálásán közben mondjuk leértékelt téged. Itt tudom, olyanokat mondott, ami neked nem esett jól. Nem akarok ilyeneket idézni. De mindenki tud ilyenekre gondolni, nem? Akkor ez jól esett? Nem. És akkor milyen embernek tartottad a szülődet? Amikor ideges volt veled szemben, ordibált, és nem úgy viselkedett, ami neked jól esett. Jó embernek tartottad? Ki van csukva? Akkor valami olyasminek, hogy tartottad, ami nem egyenlő a jóval, nem? De most gondolj bele, ha egy Isten büntet, nem, maradjunk az embernél. Ha egy ember büntet, ordibál veled, kiabál, akkor az jó ember? Akkor ha egy Isten büntet, az jó Isten? Érdekes, nem? Tehát akkor talán egy olyan Isten kellene keresned, amely nem büntet, hanem vezet, nem? Tehát a szülőnek sem büntetni kellene, hanem vezetni, nem? Tehát a gyereket vezetni. És ide a vezetéshez tartozik időnként, hogy rávezetni. Világos az? Tehát ha egy Isten büntet, akkor az nem jó Isten. Na most, számodra mi volt a legfontosabb a szüleiddel kapcsolatban? Hogy? Így van, hogy szeressen, nem? Téged szeressen, egymást szeressék, nem? És ha van testvéred, akkor a testvéredet is szeressék, nem? Nem így van? Tehát számodra biztos, hogy ez volt a legfontosabb gyerekként. Nem így van? Tehát akkor nézzük meg. Akkor egy Istennek is nem ez lenne a legfontosabb? Hogy szeressen? Nem? És ugye a szülőd az szeressen téged, a párját, tehát a másik szülődet, a testvéredet, hát akkor ugyanígy, nem? Az Isten szeressen téged, a másik embert, nem? A harmadikat is, meg a negyediket is. Mert az a jó Isten, nem? Na akkor gondold végig, hogy számodra mi lenne a jó? Egy olyan Isten szeretete, egy olyan Isten tisztelete, általad történt elfogadása, amely Isten
jó és vezet, vagy az az Isten, amelyik mondjuk büntet. Most megnézzük, például itt voltak a világháborúk. Az első és második világháború, de beszéljünk, talán még intenzívebb volt ebben a kérdésben az első világháború, hogy teljes egészében a népek Isten nevében háborúztak egymással. Sőt, ugyanazon Isten nevében. Sőt, az indiánokat gyilkolták Isten vagy Jézus nevében. Na most akkor ezzel gyakorlatilag ők nem tudom mit gondolhattak, azt, hogy ez egy gonosz Isten, vagy Jézus gonosz volt. Mert ezt gondolhatták, nem? Mert ugye mit tanított Jézus, hogyha megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel. De nem azt, hogy nem azt tanította, hogyha nem tetszik a másiknak a pofája, akkor lőd le. Nem? Márpedig a háborúkban ez volt, nem? Azért, mert az más néphez tartozik, akkor golyom neki, nem? Hát ilyet biztos, hogy nem tanított. Na most akkor jobban megnézzük, akkor az, hogy te milyen Istent választasz, az olyan kitől függ. Hogy büntető Istent választasz, vagy felruházol egy jó Istent, mondjuk olyan tulajdonságokkal, amihez köze nincs. Vagy mondjuk egy félistent, egy profétát felruházol olyannal, ami rá nem is vonatkozik, akkor ez az ő bűne? Nem. Hanem azért, aki felruházza, nem? Tehát akkor gondold végig, hogy mivel te hiszel egy felsőbbrendű lényben, akkor te milyen felsőbbrendű lényben akarsz hinni? Hát nyilván egy jóban, nem? És nem egy olyanban, melyik pont az ellenkezője. Na most, amikor az emberek mondjuk egy Isten nevében gyilkoltak, vagy kiraboltak annak idején mondjuk egy falut, érted? Akkor eleve ott abból induljunk ki, hogy maga a gondolat, ami megfogalmazódott bennük az Istennel kapcsolatban, az lehet, hogy azt mondták, hogy Jézus nevében csináljuk, vagy a jó Isten nevében csináljuk, de ez olyan, mint mikor egy ember egy másik emberrel kapcsolatban összekeveri a szezont a fazonnal. Tehát ami azt jelenti, hogy teljesen mást gondol vagy hisz róla, mint az valóságban. Tehát bárkire rá lehet azt mondani, hogy gonosz vagy rossz, nem? Egy jó emberre is. De egy gonosz emberre is azt lehet mondani, hogy jó, nem? Tehát nem az a lényeg, hogy mi milyen nevet mondunk egy Istennel kapcsolatban, hanem az a lényeg, hogy ez annak az Istennek ezen a bolygón milyen szerepe volt? Pozitív? Vagy van? Pozitív? Kevésbé pozitív? Vagy legtöbbször negatív? Vagy mindig negatív?
Tehát láttál te már rossz embereket? Akik megpróbálták eladni magukat, hogy ők milyen jó emberek? A történelem tele van ilyen emberekkel, akik után holtak maradtak. Holtak tömegei maradtak. Akik eladták magukat jónak, és közben tömegeket gyilkoltak meg. Na most gondold végig, hogy te miben akarsz hinni. Hát nyilván nem egy rossz Istenben, nem? Nem egy gonoszba. Nem egy olyan, amelyik arra indítja az embereket, hogy gonoszak legyenek, vagy gyilkoljanak, nem? Mert azzal, hogy te mit gondolsz, annak adsz energiát. Amiben te hiszel, annak adsz energiát. Oké? Okay? Tehát mikor emberek, mit tudom én mondjuk, Allah nevében gyilkolnak, akkor gyakorlatilag olyan Istent szolgálnak, amely egy gyilkos Isten. Érted? És ezt nem feltétlenül Allahnak hívják. Érted? Mert a neveket azt lehet akármit mondani. Érted? Tehát egy jó ember, vagy egy rossz ember is mondhatja magáról, hogy ő jó. És akkor te hihetsz benne, mert ő jónak mutatja magát, vagy jónak adja el magát. Érted? De az a lényeg, hogy akkor tudsz te egy jó Istenben hinni, hogyha figyelsz arra, hogy olyat tegyél, amivel mondjuk a többség érdekét szolgálod. Vagy mondjuk olyat tegyél, amit szeretnéd, hogy veled tegyenek. És nem teszel olyat, amit nem szeretnél bezzeg, hogy veled tegyenek. Vagy nem teszel olyat, ami a többség érdeke ellen van. Nem? És ha az ember ismerné az etikát, akkor imádhatna olyat Istent, amelyik ténylegesen jó. Na most gondolj bele! Tehát itt a bolygón megnyilvánultak, a vallásokban bizonyítottan, és a mitológiában bizonyítottan, különböző istenszerű lények, akik voltak jobbak, rosszabbak, egész jók, nagyon rosszak. És azok az emberek, akik itt vannak, itt a bolygó jelen állapotban, azok hihetnek ebben, abban, abban. És ha az emberek nem tudják, hogy mi az például, hogy etika, és olyanokat tesznek, amit bezzegő maga irányába nem szeretné a más tenni, vagy olyanokat tesznek, ami a többség érdeke ellen van, és valami kisebbség érdekét szolgálja, akkor vajon avval a cselekedetével és avval a hitével kit szolgál? Milyen felsőbbrendű lényt szolgál? És mondok példát, hogy értsük. Van egy olyan Isten név, hogy Jehova. Hallottunk már róla? Megpróbálják ezt a nevet keverni.
összekeverni. Tehát az a legegyszerűbb, hogy egy, van egy lény, annak van egy neve, és fogjuk és azt a nevet átadjuk egy másik lénynek. Ezt meg lehet csinálni. Tehát ami azt jelenti, hogy mondjuk az a név az mondjuk fekete, már befeketedett itt a történelm során, az a személy, az a lény befeketedett, és akkor úgy fehérítjük ki, hogy azt mondjuk, hogy az a személy az nem is az, az a név nem is az, hanem az egy másik lény, és beértesítik mondjuk egy másik olyan lényjel, amelyik mondjuk nem gonosz. Na most a történelemben bebizonyosodott, tehát a múltban, hogy például Jehova az egy büntető Isten volt. Sőt, nem csak volt, most is létező lény a világegyetemben. De egy büntető. Tehát, ugye, ki ment föl a hegyre? Mózes. Mózes, így van. Mózes fölment a hegyre, lejött a 10 parancsolattal, és utána meggyilkolt 3000 embert, illetve meggyilkoltatott 3000 embert. Az Isten parancsára. És akkor azt mondják, hogy ez egy jó Isten volt. Nem. Ez Jehova volt. Egy büntető Isten. Oké? Na most, egy jó Isten nem csinál ilyet. Tehát egy, mondjuk egy lény, teljesen mindegy, hogy Istenről beszélünk, vagy emberről, de szülőként is ugyanez. Mondjuk egy szülő a gyerekére mikor tud a legjobb pozitív hatással lenni? Ha jó mintát mutat. Nem? Tehát nem azzal lesz jó példa, hogy mondjuk büntet, vagy jó megveri a gyerekét. Nem? Hanem azzal, hogyha kezdetektől fogva jó mintát mutat, nem? Jó példával jár elő. És van még egy fontos dolog, hogy képes arra, hogy mondom mindenkinek, akinek gyereke van, főleg akinek kiskorú, hogy vezesse a gyerekét. Tehát vezesse az gyerekét. Ki tud vezetni? Nem úgy, nem erre vártam, hogy jelentkezz, hanem azt tud vezetni, akinek van tudása és tapasztalata más lények vezetésére. Például az is egy vezető, aki tud mondjuk egy kutyát vezetni. De azért nem azt jelenti, hogy aki kutyát tud vezetni, az embert is tud. Mert a kutyát csak be kell idomítani, és akkor elég könnyű irányítani. Tehát, ha egy gyereket jól akarsz, hogy az életben felnőjön, akkor ugye jó mintát mutatsz, és jól irányítod őt, jól vezeted. És nem idomítod. Jó? Mert ez az állatot kell idomítani, egy embert nem kell idomítani. Bár most ez van a társadalomban, idomítják az embereket. Na szóval a lényeg az, hogy ez a két dolog kell csak hozzá, hogy jó mintát mutass, és jól tudjál vezetni, irányítani. Na most, ha az emberi életben is így van, tehát egy családnál így van, akkor miért lenne másként a fenti világban? Nem?
Tehát ami azt jelenti, hogy egy jó Isten az jó példával jár elő, tehát mondjuk nem büntet, nem gyilkol, stb. Stb. Soha a nevéhez ilyen nem fűződik. És jól képes vezetni. Érted? Tehát képes arra, hogy vezesse azt a csapatot, vagy azokat a lényeket, akik rá vannak bízva. Nem? Vagy akik rábízták magukat. Nem? Tehát ugye egy jó vezetőre rá lehet bízni az embernek magát, nem? Mert tudja az a személy, hogy azért bízhatja magát rá arra a vezetőre, mert tudja, hogy nem vezetheti rossz helyre, és nem is fogja rossz helyre vezetni, vagy rossz irányba. Világos ez? Na most ez nem csak itt van így, de van egy ilyen mondás, hogy ami itt lent, az ott fent is. És ami fent, az itt lent is. Tehát ez azt jelenti, hogy mi emberek ott kezdődik az, hogy kiben hiszünk, hogy cselekszünk a saját életünkben. Mert te hiába hihetsz egy jó felsőbbrendű lényben, ha közben itt a bolygón meg mások ártalmára vagy. Vagy ha nem is vagy mások ártalmára, de nem teszel meg mindent, amit egyébként megtehetnél. Másokért és magadért. Mert most mondok példát, ugye nem csak másokról szól a történet, hanem magadról. Te azt látod, hogy az emberek mindent megtesznek magukért? Aha. Mit értünk ezen, hogy nem tesznek meg mindent? Te mit értesz ezen, hogy nem tesznek meg mindent magukért? Nem élnek a lehetőséggel. Nem akarnak fejlődni. Nem akarnak fejlődni. Tehát az, hogy valaki fejlődjön, az kinek az érdeke? Nem saját maga? Véletlenül? Ugye ti is ezt gondoljátok? Így van. Tehát legfőbb érdeke kinek van benne? Elsősorban saját magának. És úgy másodszorban a környezetének, nem? A közvetlen környezetének. Harmadik sorban a távolabbi környezetének. Kicsit meleg van itt, nem? Nagyon? Akkor csinálunk egy ilyet, jó? Bekapcsoljuk ezt. Igaz, hogy október van, de hát valamit tennünk kell annak érdekében, hogy ne legyen ilyen meleg. Jó. Jó. Jó, szóval lényeg az, hogy az ember az egyáltalán nem mindegy, hogy miben hisz. Tehát, és nem mindegy, hogy mit tesz. És ha egy ember nem hajlandó azért tenni, hogy ő fejlődjön, akkor az tuti, hogy valami nem jó célt szolgál. Érted? Tehát ezen a bolygón az lenne a legfontosabb, ha egy jó Isten szemszögéből nézzük, hogy az emberek minél magasabb szintű fejlődést érjenek el, nem? Nem az lenne a célja egy jó Istennek, hogy minél tudatlanabbak maradjunk, nem? És ez a magasabb szintű fejlődés, az nem műszaki fejlődésre gondolok.
Mert érdekes módon, mióta műszaki fejlődés van ezen a bolygón, az emberek nem egyre boldogabbak, hanem egyre boldogtalanabbak. Nem érdekes? Tehát a műszaki fejlődés az nem boldogságot hozott az emberiségnek, hanem inkább bánatot. Nem? Mert a műszaki fejlődésnek köszönhetően bizonyos emberek kihasználták a műszaki fejlődést, és visszaéltek a műszaki fejlődéssel, gondoljatok csak a fegyverekre. És a fegyverekkel tudják kényszeríteni akár a többséget egy kisebbség. Tehát ha jobban megnézzük, akkor a műszaki fejlődés az az emberiség számára semmilyen boldogságot nem hozott. Na most, ha megnézzük, valamelyik nap a nejem megbízott, hogy teregessem ki a ruhát, amit a mosógép kimosott. És egy, hát egy lavornyi ruha volt. És én csak teregettem, nem tudom meddig, de baromi sokáig tűnt nekem az a teregetés. És így végig gondoltam a teregetés közben, hogy mi lenne, hogyha ezt kézzel kellett volna kimosni? Hát csak teregetni, vagy egy fél órán keresztül teregettem majdnem. Hát mondom, hát ezt ki kellett volna mosni, hát az kézzel, az hány órába tellett volna? És még sincs több ilyen idejük az embereknek. Nem érdekes? És régen fogták és kimosták kézzel, és mégis volt annyi idejük, szabad idejük, mint a mostani embereknek. Nem érdekes? Tehát akkor mit adott a műszaki fejlődés? Adott szabad időt az embereknek? Hát nem úgy néz ki. Nem? Hát vannak olyan emberek, akik ugye azt gondolják, hogy ők jó célt szolgálnak. Sőt, azt gondolják, hogy az a jó cél, hogy ő neki meglegyen mindene, ő boldoguljon, meg max a családja. Aztán a többi az le van fütyülve, ennyi szólva, így van. Nem? És akkor így le van rendezve az ő élete. Nem sokan ezt gondolják? Hogy meleél így az életét, hogy lehetőleg minél több anyagi javat gyűjtsön, és akkor büszke arra, hogy tudom én, mekkora vagyont hozott létre, és a gyerekének már nem kell vagyont létrehozni, mert majd neki is lesz vagyona. Nem tudom, tudod-e, hogy volt egy olyan emberke, akit úgy hívtak, hogy Onassis. Mesés vagyonnal rendelkezett, ő volt Görögország leggazdagabb embere. Tehát mesés, a világ egyik legnagyobb vagyona az Onassis vagyon volt. Nem tudom, tudod-e, hogy már nincs belőle semmi. És a múlt században még ez az Onassis vagyon a háború után még javában megvolt. És meghalt a vagyon létrehozója, és átadta az örökösöknek a vagyont, és az örökösök elherdálták azt a hatalmas méretű vagyot, a világ egyik legnagyobb vagyonát. Hát ugye van egy alap dolog, hogy amiért nem dolgoztál meg, az nem is értékeled kellőképpen. Amit csak úgy kaptál, azt az ember olyan nagyon nem tudja értékelni. Amiért meg kellett dolgozni, az sokkal inkább értékeljük, mint amit nem. Lásd például, aki saját maga építette a házát, az sokkal jobban értékeli, tehát sokkal jobban ragaszkodik a házához, mint az, aki mondjuk kapta a szüleitől. Sőt, aki kapta a szüleitől, ott a legtöbb fogja és el is adja, azt vesz egy másikat. Na most, ezt miért mondom?
mert vannak olyan emberek, akik elindultak valami életúton, és azt gondolják, hogy az ő életük az arról szól, amit ők élnek. Érted? De, tehát mitől vannak olyan emberek, akik azt gondolják, hogy neki az az élet célja, hogy minél nagyobb vagyont halmozzon föl. A másiknak az az élet célja, hogy minél több hatalommal rendelkezzen. A harmadik, hogy minél többet lásson a világból, minél többet utazzon. A negyedik, ez az ötödik, amaz. Van, akinek az a célja, hogy minél nagyobb családja legyen. Stb. Stb. Volt arról szó, hogy vannak különleges képességeim, a házigazda egy-két gondolatban beszélt erről. Ez a képesség azt jelenti, hogy tudok kérdezni a Teremtőmtől olyan dolgokat, aminek nem tudok utána nézni mondjuk a neten. Oké? Okay? Vagy olyan dolgokat, ami akár egy személyre vonatkozik. És ugye egyre gyorsabban jön a válasz, régen ez olyan pár perc volt, most már ilyen lassan, sokszor ilyen pár másodpercen belül jönnek a válaszok, ugye a kérdésre. És ugye miért van ez? Nem volt ez régen ilyen. Ez azért van, mert ugye én bennem elég magas szinten működött az etika világéletemben. Ami azt jelenti, hogy például voltak olyan dolgaim az életben, hogy nem voltam egy gyenge fizikumú gyerek, és mondjuk kiálltam fizikailag is mondjuk egy gyengébb mellett. Tehát ha kellett, fizikailag megvédtem gyengébbet egy erősebbtől, aki bántotta, szó szerint. Például olyan volt, hogy az osztálytársaim összefogtak egy tanárral szemben, és amikor én már azt láttam, hogy ez már túlzás, akkor szóltam a tanárnak, hogy figyeljen, mert így akarnak vele kiszúrni a gyerekek. Tehát a csíntevésben benne voltam, mert minden csíntevésben benne voltam, de amikor már valakivel nagyon ki akartak szúrni, akkor én azt sose hagytam. Tehát ez gyerekkoromtól ez így működött. És amikor én azt láttam, hogy valami nem az ér, tehát nem az emberek javát szolgálja, akkor én mondjuk, vagy bizonyos emberek javát szolgálja, akkor én például szóvá tettem. Tehát ezért nekem a főnökeimmel elég sok konfliktusom volt, amikor én alkalmazottként éltem az életemet. Ezért a tanáraimmal különösen sok konfliktusom volt. De még a katonaságnál is sok konfliktusom volt azokkal a személyekkel szemben, akik szivatták a többieket. Na nyilván ezért én szívtam sokat a katonaságnál, ez nem volt kérdés, de lényeg az, hogy valahogy ilyen magasabb szinten volt az etikám általában, mint a környezetemben lévő embereknek. És ugye létrehoztam az életemben, hát végül is lett saját cégem, és a saját cégemmel piacvezetői pozíciót értünk el több területen, ugye ez a cég jelenleg is létezik, és létezni is fog. És lényeg az, hogy most is, amit csinálunk, piacvezetői pozíciót csinálunk, és amikor ugye 93-tól az első cég létrehozásával elkezdtem az emberekért tevékenykedni, én nem azért csináltam a szolgáltatásokat, hogy mit tudom én, nekem az milyen jó lesz majd anyagilag. Én mindig azt néztem, hogy az, amit én csinálok, az jó az embereknek. Mindig ez volt az alap. És mindig olyan tevékenységet kerestem, amikor már emberekkel kezdtem el foglalkozni, ami jó az emberek számára.
És mindig olyat kerestem, ami a létező legjobb az emberek számára. És mivel egy ilyen gondolkodásom volt világéletemben, ezért hát megbíztak valamivel. Kik bíztak meg? Nem a hatalom bízott meg, nem emberek bíztak meg, hanem megbíztak a fentiek. Nagyon érdekes, mert a nyelvünkben azt mondjuk, hogy fentiek, és abban nincs egyes szám, nem érdekes? Nem tudod másként kifejezni a fentieket, nem tudod azt mondani, hogy fenti. Nincs ilyen szavunk, hogy fenti. Nem érdekes? Tehát megbíztak, hogy a szervezetünkkel hozzuk létre az aranykort. Miért hozzuk létre? Mert egy kísérletben vagyunk benne, ez a kísérlet, ez 1,5 millió éves. És ezt a kísérletet már le kellett volna zárni. 2012. december 22-én. De ez a kísérlet még folytatódik, mert sokkal jó ember a bolygón. És azzal bíztak meg, hogy adjam át azt a tudást, és azokat a képességeket az embereknek, ami által képessé válnak szeretetben, békében és boldogságban élni. De ezt egyedül én nem tudom megcsinálni, nekem ehhez kellenek társak, akikkel együtt ezt meg tudjuk csinálni. Tehát ez a kísérlet, ez úgy fejeződik be, hogy az emberek egy magasabb létformába mennek át. A magasabb létforma az a 4-dimenziós létforma. Most jelenleg 3 dimenzióban működünk, és képes legyen az ember egy 4. dimenziós létformaként működni. Na most az még nem most fog megtörténni, annak 2 átmeneti időszaka van ennek a 4. dimenziós létformának. Az egyik létforma, amiben most vagyunk, ennek még van 15 éve. Ebben a létformában az emberek azt gondolják, hogy csak ember teremtetnek a kezükkel. Ebben a létformában még meg kell tanulnunk azt, hogy képesek vagyunk mind a kettőt működtetni. Tehát képesek vagyunk a szellemi teremtésre és a fizikai teremtésre egyaránt. Erre van 15 évünk, majd lesz egy következő időszak, de ebben az időszakban, még ebben a 15 évben azt is meg kell tanulni, hogy új világot élünk már. A múlt század szólt az egyénieskedésről, illetve a múlt ezred. Nem múlt század, múlt ezred. Szólt az egyénieskedésről. Ez az évezred pedig az együttműködéssel kezdődött, és erről szól. Ami azt jelenti, hogy aki úgy gondolja, hogy egyénieskedéssel halad majd előre, az lehet így előre haladni, csak nem felső vezetéssel és felső támogatással. Lehet. Ami azt jelenti, hogy például van egy olyan ember, aki elindult a szellemi fejlődés útján. Tehát elkezdett nyitottá válni a kézzel nem fogható szellemi dolgok irányába. És mondjuk azt gondolja, hogy mit tudom én, dolgozik egy tevékenységben, mondjuk pénzügyi területen, és majd onnan nagy vagyonokra tesz szert, de egyébként ő szellemileg fejlődik.
Ezt lehetett csinálni ilyet a 20. században, semmi gond nem volt ezzel. A 21. században, ha valaki szellemiséggel rendelkezik, tehát szellemiség, spirituális nyitottságú, spirituális ember valamilyen szinten, és nagy vagyor azt tesz szert más dologból, akkor őt nem a fentiek támogatják, az hold biztos. Tehát ezt honnan tudom? Információként elmondták számomra a fentiek. Ami azt jelenti, hogy több olyan szint van a teremtői világban, nevezzük entitásoknak, akik támogatják vagy segítik, inkább támogatásnak nevezném, mint segítésnek, a Földön lévő embereket. Ebből vannak nagyon jók, vannak nagyon gonoszok, és köztük vannak átmenetek. Ezeknek nem kell itt lenni. Tudod miért? Mert a gondolati energia az áthidalja a távolságot, méghozzá hihetetlen mértékű távolságot át tud hidalni. Tehát a gondolati energiának nem távolság a fényév. Ami azt jelenti, hogy akár mondjuk 100 fényévnyire lévő lények képesek arra, hogy ezen a bolygón mentálisan beavatkozzanak bizonyos személyek működésébe. Csak most mondtam egy távolságot. Ami azt jelenti, hogy elsősorban talán az lenne a legfontosabb az emberek számára, hogy pontosan ismerjék az etika szabályait. Ezért nem véletlen, hogy az etika a pontos szabályait gyakorlatilag sehol nem tanítják. Még ott sem, ahol nekem némi nemű tudást adtak át avval kapcsolatban, még ott se tanítják részletesen. Tehát a pontos szabályokat, ott sem. De ez most földi léptékről beszélek, nem fenti. Tehát az etikával kapcsolatos pontos szabályokat nagy részben fentről kaptam. Tehát az emberek nem ismerik az etika szabályait, és nem tanítják nekik. Ha ismernék az etika szabályait, akkor tudnák pontosan, hogy milyen cselekvés az, ami helyes, és milyen cselekvés az, ami kevésbé helyes, vagy netántán helytelen. És ha egy ember helyesen cselekszik, úgy cselekszik, ahogy egy jó Isten szeretné, akkor ez úgy működik, mint mikor a gyereket, ha úgy cselekszik, ahogyan te szeretnéd, akkor te annak örülsz és boldog vagy, és ki is mutatod a szereteted a gyereket felé, irányába. De az a gyerek nem azt teszi, amit ugye kellene tennie, és nem jót tesz, hanem rosszat, akkor biztos, hogy nem ugyanazt mutatod, mintha éppen jót tesz. Na most az emberek, ha tudnák, hogy mik az etika szabályai, és tudnának annak alapján cselekedni, akkor sokkal egyszerűbb lenne a fentiek számára, mert sokkal nyilvánvalóbbá válnának az embereknek az a fajta lények működése, akik
a te javadat akarnának, ha te azt tennéd, amit az etika diktál. Érted? Tehát most gondolj bele, egy olyan gyereket, egy szülő, tehát milyen gyereket szeretné jobban? Ha olyan gyereked lenne, aki állandóan gonoszkodik, állandóan rosszalkodik, vagy egy olyan, amelyik szófogadó, nem? Melyiket lehet jobban szeretni? Amelyik mindig kicseszik veled, vagy amelyik tényleg jó dolgokat tesz. Tehát gondold végig, ha egy gyerek játszik, és tényleg játszik, és azzal nem veszélyezteti önmagát, akkor a szülő nem dühös rá. Egy normális szülő a játszó gyerekre nem dühös. Nem így van? Sőt, élvezi, ahogy játszik a gyereke. Nem így van? Na most, ha az a gyerek éppen rosszalkodik, akkor már nem hasonló a helyzet, nem? Már kicsit eltérő. Na most gondold végig, hogy vajon te az életedet játszod, és etikusan éled, vagy nem játszod, hanem mondjuk minden pillanatát ilyen túl komolyan veszed. Na most például még egyszer, ki az, akinek van gyereke? Oké. Melyik a jobb érzés számodra? Amikor a gyereked, vagy melyik volt a jobb érzés számodra, amikor, mert lehet, hogy már felnőtt a gyereked, melyik volt a jobb érzés számodra? Amikor a gyerek jól érezte magát és kiegyensúlyozott, boldog, vagy amikor magába fordult? Nyilván az első, nem? Akkor szerinted a fentiek számára melyik a jobb? Hogy te magadba fordulsz, vagy jól érzed magad a bőrödben? Tehát, hogy játszol az életedben, és etikusan játszol, nem másokkal kiszúrva játszol, hanem mások javára játszol, vagy magadba fordulsz, és mindenbe komoly vagy, mint a vakbélgyulladás. Tehát akkor gondold végig, hogy azzal, hogyha a gyereked olyat tesz, amit a szülő szeret, azzal vajon a szülőt eltávolítja magától? Nem. Vajon, ha a gyerek olyat tesz, amit a szülő szeret, javul köztük a kapcsolat? Vagy azzal javul, hogyha a gyerek mindig olyat tesz, amit a szülő a háta mögé kíván? Tehát ha a gyerek olyat tesz, amit te nem szeretnél, hogy tegyen, vagy azt nem tudod szeretni, amit tesz, az erősíti a kapcsolatodat? Nem. Tehát ugye, hogy a gyerek mi az, amit helyesen tegyen, vagy ne tegyen, az gyakorlatilag minek a kérdése? Hogy milyen mintát látott tőled, nem? Milyenek a barátai? Nem? A barátai madarattolláról, ember barátjáról lehet ismerni. Tehát, hogy milyen barátokkal barátkozik, nem? És
tudja, hogy mi az, ami helyes, és mi az, ami helytelen. Nem? De most felnőttként nem így kellene viszonyulni a teremtőnk felé. Hát rossz mintát nem látunk tőle, ez biztos. Nem kéne megtanulni, hogy mi az, ami helyes és mi a helytelen ebben az életben? Hogy azt tegyük, ami erősíti a kapcsolatunkat, és ne azt tegyük, ami szétszed. És nem kéne átgondolni azt, hogy kikkel barátkozunk. Hogy azok vajon jó irányba visznek minket? A barátok? Vagy nem egészen? Hát hogy szeretnéd élni az életedet? Boldogan? Vagy nem? Melyik a jobb? Hát nyilván a boldog, nem? Hát mit jelent a boldog? Szeretetben élsz, ott kezdődik. Egészséges vagy. Elismerést adsz, kapsz. Szabad vagy. Van elég pénzed? És jól érzed magad a bőrödben. Nem? Ez a boldogság. Hát ha nem jók az emberi kapcsolataid, akkor nem tudsz szeretetben élni emberekkel. Hát azt is meg kell tanulni, hogy az ember jó kapcsolatban tudjon lenni másokkal. Jól tudjon emberekhez viszonyulni. Nem? Vannak olyan emberek, akik azt gondolják, szellemi úton elindultak, hogy hát ők nekik megvan az útjuk. Van semmi gond, hogy valakinek van saját mestere. Semmi gond nincs ezzel. De megvan az útja. Én, nekem megvan az utam. Nekem nem az az utam, ami útunk. Mi az utunk? Hogy létrehozzuk az emberiség számára az aranykort. A mi szervezetünknek, a mi közösségünknek ez az útja jelen időben. És ezt meg is csináljuk. Ugyanis, ha nem lesz aranykor, akkor bárkinek bármilyen útja lehet, megy a szemétbe. Úgy, ahogy van. Nem tudom, elég világos voltam. Tehát ezen a bolygón már kimondhatja úgy azt, hogy nem az az utam, ami a PPH-é, nem az az utam, ami a Szedlacsik Miklósé. Érted? Nem az az utam, ami ennek a közösségé. De ha nem lesz aranykor, kitörülheted a hátsódat az utaddal. Mert füstbe megy az utad. Mert ugyanis az van, hogyha nem lesz itt aranykor, akkor fogják, kimentik azokat az embereket, akik megérdemlik, és a többire meg rágyújtják a bolygót atombombával. De úgy, hogy szétrobbantják a bolygót. Érted? És utána meg összefogdossák a lelkeket, azt deportálják őket egy periféria szélén lévő már kész bolygóra. Kőkorszaki körülmények közé, azt azért hozzáfűzne. Most onnantól kezdve bárkinek bármilyen útja lehet, az nem az aranykorba vezet, akkor mehet vele a sóhivatalba, az útjába. És akkor mondták, hogy ezt mondjam el.
Tehát hatalmas feladatunk van. Történelemben ekkora feladat nem volt. Szó szerint. Tehát még a legostobább is, akit a bolygón él, gondolja végig, hogyha itt aranykor lenne, és az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnének, az neki rossz lenne. Persze. Hát akkor nincs olyan hatalmi rétegződés, mint ami most van. Van hatalmi rétegződés, de nem ilyen típusú. Akkor nincs az, hogy mit tudom én mondjuk 300 család birtok, vagy, tehát birtokában több vagyon van, mint mondjuk a többi 8 milliárd ember birtokában. Jó, ez a 300 család, ez kb. 10.000 ember. Tehát 10.000 ember vagyonában, birtokában több vagyon van, mint a 8 milliárd vagyonában, vagy birtokában. Persze, ilyen nem lesz. De ez csak azt a célt szolgálja, hogy az emberiséget kizsákmányolja. Mert semmi más célja nincs. Tehát lényeg az, hogy egy olyan feladatunk van, amit véghez kell vinni. És az aranykor is csak egy átmeneti időszak, hogy egy magasabb szintű, négydimenziós létformába kerülhessünk. Tehát a negyedik dimenziós létforma az azt jelenti, hogy az öt érzékszervvel nem érzékelhető működés. Világos ez? Tehát további érzékszervek szükségesek hozzá, hogy egyáltalán érzékeld a lényt. Ez ezt jelenti. De én azt úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos feladat. Történelmi feladat, hogy ami tetszik. És ennél nagyobb feladattal én soha életemben nem találkoztam. És ennél nemesebb feladattal sem találkoztam sose. Ha bármi kérdésed van az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor szólj a vezetődnek, vagy a meghívódnak, vagy az igazgatódnak, és választ kapsz a kérdésedre. Ha nem tudod, ki a vezetőd vagy az igazgatód, akkor hívd fel az irodánkat, és meg tudjuk neked mondani, hogy kihez fordulj. 20 perc szünetünk lesz, nem sokára, bár ezt nem nekem kell mondani, hanem majd a házigazdánk elmondja. Találkozunk a szünet után. Pénzteremtő coach képzéssel, hogy képes legyél teremteni a pénzt. Tehát képes legyél mentálisan létrehozni, a gondolataiddal létrehozni azt a pénzt, ami ahhoz kell, hogy ne legyenek hiányaid, szükségleti problémáid. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Szünet után találkozunk. Mindenkinek további jó tanulást kívánok. Szeretlek benneteket. Sziasztok! Köszönjük szépen a különleges első részvevőt Miklósnak. Hát megint különleges volt. Nehéz megszólalni. Most magamról mondanék egy pár szót. Az első számú civil foglalkozásom, hogy gyerekkoromban úgy gondoltam, hogy érdekel, vagy muszáj volt csinálni valamit. Inkább így mondanám, a vasesztergályos szakmát tanultam ki, és még akkor el is hittem magamról, hogy majd az is leszek. Hát ez azóta jól megfordult, úgy lehet mondani, meg kicsi kitágult a világ. Szedlacsik Miklósnak köszönhetően úgy nagyjából. Gyuláról jöttem, a családi helyzetem
feleségem van és egy kislányunk, akit együtt nevelünk boldogságban. Hát nem volt ez mindig így. Ez is a PPH-s korszakunk óta azt lehet, hogy egyre boldogabb életünk van. A PPH-nál, Nyílt Akadémiánál azért kezdtem el tanulni, mert túl sokfele jártam már, ugye kerestem az utat, mint ahogy sokan keresik itt. Sok emberrel is megismerkedünk, akik ugye utat keresnek, és azt mondják, hogy nekik már megvan. Hát én azt tanácsolnám nekik, hogy azért még ezt az utat próbálják ki, mert én nem csalódtam benne egyáltalán. Sőt, azt lehet mondani, hogy egy soha nem látott dimenziót nyitott az életünkbe. Az, ami Szedlacsik Miklóson keresztül áramlik tudás a Földre. Csodás dolgokat adott már nekünk az elmúlt 5 évben, de szerintem ez még csak a kezdet. Tehát én azt látom, hogy ennél még nagyobb dolgok fognak következni. Talán sokan el se hinnék, hogy milyen lehetőségek hevernek a lábuk előtt, csak föl kéne venni ezt a lehetőséget, és egyszerűen csak végigjárni az utat, úgy, ahogy én is elkezdtem. A szünet után coachképzés következik. Milyen coachképzésünk van? Pénzteremtő coachképzés. Lehetősége van egyszer megnézni annak, aki olyan társaságában van, akinek ugye van jogosultsága már a második részre, vagy a kapcsolattartóját felkeresi, és kérheti, hogy egyszer küldje el neki a második résznek a linkjét, és meg tudja nézni kóstolóképpen. Ha tetszik, utána ő is tanulóvá válhat. Hát és ugye, akit nem érdekelt, azt nem érdekel az ajánlatunk, annak a részvételét köszönjük, és elköszönünk tőle. Köszönöm szépen, most 20 perc szünet következik, az azt jelenti, hogy most van, hát 29-kor kerekítünk, akkor 19:50-től kezdődik a második rész. Köszönöm szépen.